Már biztos bronzérmesként fogadta Nyírt Bátor a mindössze 3 győzelemmel érkező Kazincbarcikát, így a házigazda volt a mérkőzés abszolút esélyese. Az első percekben még tartották magukat a sok fiatalt felvonultató vendégek, 10 perc után azonban elkezdett nyílni az olló a két csapat között. A félidő végére 8 gólos előnyt szerzett a házigazda, majd a fordulás után tovább nőtt a különbség. A mérkőzés hajrájában a fáradó kazincbarcikaiakkal szemben tetszés szerint lőtték a gólokat a hazaiak, akik végül 43-nál álltak meg. Falcsik Miklós elégedett volt az idény utolsó meccsén látottakkal. Azt kértem a srácoktól, hogy az utolsó mérkőzésen próbáljunk a közönségünktől, a lelkes közönségünktől úgy elbúcsúzni, hogy illik egy ilyen csapat ellen, aki a tabella végén helyezkedik el. Mi pedig ugye a bronz érmet tudtuk megszerezni. Ezt szerettem volna, hogyha érvényesül a pályán. Na, voltak szép megoldások, voltak látványos megoldások, voltak fegyelmezetlen, könnyelmű megoldások, de hát sajnos ez már így a szezon végén elkerülhetetlen, amikor ilyen a sorsolás, hogy ilyen nagy különbség van két csapat között, és akkor sajnos a játékosok néha elengedik magukat, de végül is jól sült el ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy közönség szórakoztató volt, amellett, hogy nagyon sok hibával játszottunk. A téli szünetben a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról hazatérő Beregi Márk 2 góllal járult hozzá a csapat a győzelméhez. Az elmúlt pár meccsen már eléggé évvége volt így nekünk, és nem nagyon volt meg az a motiváció, mint előtte, viszont most szerintem mindenki nagyon szépen összeszedte magát, és nem voltak hullámok igazából a játékunkban, már az első fél időben eldöntöttük. A bajnoki címet a Mezőköves szerezte meg 42 ponttal, megelőzve a 39 pontos DVTK-t. A 36 ponttal a harmadik Nyírt Bátor a csapatkapitány szerint a várakozás felett szerepelt. A középmezőn céloztuk meg, de hát nem titkon, bíztunk abba, hogy a dobogó valamelyik fokára fel fogunk lépni. Hát még fordulókkal ezelőtt az is közbejöhetett volna, hogy második hely, de sajnos Mezőkövesden nem sikerült győznünk. De ettől függetlenül én a csapat nevében is mondanám, úgy gondolom, hogy hiányérzet nincs bennünk. Minden megtettünk azért, hogy a lehető legjobb fénybe tüntessük fel Nyírt Bátort. Falcsik Miklós edzőnek még egy évig él a szerződése. A csapatkapitány elmondása szerint a játékosok is közösen tervezik a jövőt. A Nyírt Bátor SC pénteken tartja idén záró rendezvényét, aztán következik a nyári pihenő.